Városi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. Önök a Városi Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! A Pécs ma mai témái közül szerepel többek között az oktatáspolitika, egy dohányzás ellenes konferencia, és az, hogy ma van a Színházi Világnap. A Pedagógusok Érdekvédelmi Szövetségei szerveztek vitát a közoktatás jövőjéről ma délután a Lővei Gimnáziumban. A szakszervezetek a városi önkormányzat politikusait hívták vitára, mert úgy gondolják, hogy az idei költségvetés számukra nem elfogadható, és a város nem ott takarékoskodik, ahol kellene. Álláspontjukat petícióban is megfogalmazták. A Pedagógusok Szakszervezetének és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének tagsága, valamint az oktatásban dolgozók elvárják a választók érdekeit érvényesítő képviselőktől, hogy kezdeményezzék a közgyűlésben az idei költségvetés felülvizsgálatát. Követelik, hogy ne csak a közművelődési, egészségügyi és oktatási intézmények elvonásai járuljanak hozzá a helyi egyensúly megteremtéséhez, hanem a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinél is azonnali intézkedések történjenek a költséghatékony gazdálkodás érdekében. Ezen intézkedések hatásai a költségvetési rendelet módosításában is jelenjenek meg. A költségvetési vita után, de a mostani fórum előtt mire számít, melyek lesznek a pedagógusok fő kifogásai az önkormányzattal szemben? Nyilván egy olyan ágazat, amelyik nagyon nehéz helyzetbe került, önhibáján kívül, objektív adottságok miatt. Ilyenkor mindig azt nézi, hogy a költségvetésben mi lehetne másképp. Nyilván ilyenkor érzékenyen reagál olyan dolgokra, amik az ő megítélésük és az ő nézőpontjaik szerint nem igazságos. Én azt hiszem, hogy elsősorban ezekről a dolgokról lehet szó, hogy honnan lehetne pénzt szerezni az oktatás részére, és hogy az az összeg, ami elvonásként jelentkezne, az tulajdonképpen nyilván a szakszervezetek szerint az oktatásból nem vonható el. És honnan lehetne pénzt szerezni? A költségvetésünket elfogadtuk, és mi nagyon jól tudjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon feszes és merev költségvetés, és nyilván itt a vita során el fognak hangzani az érvek és ellenérvek, és a Költségvetési Bizottság jelenlevő tagjai erről fognak tájékoztatást adni. Mindenesetre azok a dolgok, amiket felvetnek a polgármesteri hivatal kiadásai, vagy a közüzemi RT kiadásai, minden vitatható egy költségvetésben, de erre meg lesznek az ellenérveink is. Számtalan érv van, amit most igen nehéz lenne kifejteni. Véleményem szerint a közüzemi RT a jelenlegi összeghez képest, a szükséges összeghez képest kevés pénzzel rendelkezik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy Szegeden 1994-ben több mint 700 millió forintot kapott az ottani ugyanilyen cég. Pécset ez esetben 1996-ban 480 millió forintnál tartunk. Egyébként itt a szakszervezet levelében ugye olvashattuk azt, hogy közel 200 millió forinttal megemelkedett a közüzemi RT városüzemeltetési kiadásainak a fedezésére szolgáló összeg. Ennek a 200 millió forintos növekedésnek egy jelentős része abból származik, hogy a közüzemi RT 1996-ban az úthid alapot is megkapta, és most már nem a város kezeli. Tehát ha így nézzük, akkor egész más a gyerek fekvése. A másik ugye a polgármesteri hivatalnak a kiadásai, véleményem szerint itt azok után, a döntéssorozatok után, amik 1995-ben megtörténtek, sok megtakarítani való lehetőség már nincsen. Ha van, akkor csak és kizárólag véleményem szerint úgy lehet ezt megcsinálni, hogy a polgármesteri hivatal működési színvonala csökken ezáltal. Hiszen tavaly a polgármesteri hivatalnál 15%-os létszám leépítés történt, és az 1996-os szintre hozott kiadásokat is 40 millió forinttal csökkentettük a személy és bérjellegű kiadásoknál. Információink szerint a vita adásunk időpontjában is tart még. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tegnap a foglalkozás egészségügy témájában tartott fórumot a Pécsi Kereskedelmi Központ nagytermében. Egy 1995. július 14-i kormányrendelet szerint a munkáltatóknak foglalkozásegészségügyi orvosokat kell alkalmazni. Az ANTS adatai szerint a munkáltatók jó része még ma sincs tisztában a kormányrendelet előírásaival, ezért bejelentési és szerződéskötési kötelezettségének sem tett eleget. Ezért tartotta fontosnak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara humántagozata, hogy ismételten megrendezze a foglalkozásegészségügyi fórumot.
A jelenlegi számok vizsgálatából azonban azt látjuk, hogy körülbelül csak 60%-os a munkáltatói jelentkezés, és ez a jelentkezés is nagyon sok esetben hiányos, nem megfelelő. Tehát önök továbbra is várják azon munkáltatók jelentkezését, akik még nem jelentkeztek? Elsősorban azokat várjuk, akik még nem jelentkeztek, másodszorban pedig megkezdtük a felszólítást kiküldeni azon vállalkozók és vállalatok, gazdálkodó szervezetek számára, amelyek hiányosan jelentettek, hogy a pontosítást adják meg. Ez létszámra is vonatkozhat, a dolgozói kategorizálása, hogy milyen veszélyes munkakörben dolgoznak, illetőleg a legfontosabb témakör, hogy legyen foglalkozás egészségügyi ellátó orvos, akivel ők szerződést kötöttek. Mi a feladata ezeknek az orvosoknak vagy szervezeteknek? Minden dolgozó egészséges korban kerüljön orvosi vizsgálatra, és ne úgy kerüljön a házi orvoshoz, amikor problémája van, betegsége van, vagy más egyéb baj keletkezik. És ez a magyar egészségi állapot általános mutatóinak az ismeretével szerintünk rendkívül fontos tényező. Az ANTS és a kamara képviselői mellett részt vettek a fórumon az Inframed Kft. Képviselői is, akikkel a kamara szerződést kötött a foglalkozás egészségügy szervezése terén. Széleskörű összefogás eredményeként ma délután ünnepélyes keretek között adták át a leukémiás és tumoros betegségben szenvedő gyermekek szülői számára létesített ingyenes szülőszállást. A rendezvény díszvendégei az együttműködő holland alapítványok közép- és kelet-európáért képviselői, Locz Károlyné, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter felesége, valamint dr. Révész Mária, Pécs alpolgármestere voltak. A Pote gyermekklinika közelében lévő egyik lakóház alaksori helyiségeit az önkormányzat, illetve a vagyonkezelő Kft. Biztosította, míg a felújítás költségeit nagyrészt a leukémiás és tumoros megbetegedésű gyermekek gyógyításáért alapítvány fedezte, mely 1990-ben szülői kezdeményezéssel létesült. Sokat segített a Pécs Normandia Lions Club is, vállalva a működtetés költségeit. A szállás 94 novemberétől működött már, e meglévő helyiségekben csak két fő részére tudott helyet biztosítani. Sajnos az igények ezt a lehetőséget meghaladták. A felújítás anyagi fedezetét az alapítvány pályázat útján nyerte el az együttműködő holland alapítványok közép- és kelet-európáért szervezetétől. Remélhetően az átadásra kerülő ingyenes szülőszállás most már 10 ággyal a régióból Pécset kezelt gyermekek szüleinek lehetőséget ad arra, hogy a gyógykezelést a gyermekeknek nyújtott pszichés segítséggel is eredményesebbé tegyék. Új igazgatója van a mostanában sokat emlegetett hányatott sorsú pécsi közüzemi RT-nek. Só Lászlót megkértük arra, hogy mutatkozzék be városunk polgárainak, és azt is megkérdeztük tőle, hogy a kinevezése összefüggésben van-e azzal, hogy a városi önkormányzat áttekintette vállalkozásait, és elégedetlen volt a közüzemi RT korábbi működésével. Valóban elmarasztaló vélemények fogalmazódtak meg ezzel kapcsolatos vizsgálatokban, átvilágításokban, és ezek több területre vezethetők vissza. Egyrészt valóban az RT működése, gazdálkodása némi kívánivalót hagyott maga után az elmúlt időszakban, de visszavezethető ez arra is, hogy lényegében két éve működik ez a gazdálkodási struktúra az önkormányzatban, és az eredeti elképzelésekhez képest nem egészen azokat a funkciókat látja el, és talán nem is sikerült igazán tiszta vagyonkezelő struktúrát kialakítani a városban. Emiatt működésbeli zavarok is, és elláthatatlan, lefedetlen területek is keletkeztek. Én most még jelen pillanatban is egy svéd-magyar külkereskedelmi Kft. Ügyvezetője vagyok, amely pozíciótól természetesen napokon belül meg kell majd válnom, de igazán az eredetem talán az önkormányzat képviselőtestülete és annak illetékes bizottsága nevezhető meg. Tehát ön felkérték arra, hogy vállalja ezt el? Igen, a körülményekre való tekintettel, hiszen egy hirtelen változás következett be a vezetésben, olyan értelemben, hogy a korábban kiválasztott, kijelölt személy nem vállalta ezt a pozíciót, és így viszonylag gyorsan kellett dönteni az önkormányzatnak a pozíció betöltéséről.
Ma délután került sor a Dohányzásmentes Életért program keretében egy tudományos előadás sorozat első rendezvényére, amelyet az Egészséges Városért Alapítvány és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Bizottságának Környezetvédelmi Terület és Település Tudományok Szakbizottsága vezetett. A mai program olyan általánosnak tekinthető kérdések körül forog, mint a dohányzással kapcsolatos jogi szabályozás, ennek aktuális helyzete, inkább ennek a hiányáról lehet beszélni. Tehát ez egy fontos kérdés, hogy mihez képest lehet a lakosságnak, a szakembereknek egyáltalában igénye, milyen fajta törvényességi keretek adottak. A dohányzási kultúra, hiszen erről is lehet beszélni, dohányzási kultúra témájában. A második részben már egy picit másik területre kalandozunk, ami szintén tájékozódás, tájékoztatás, a dohányzások kapcsolatos magatartás, szokások, egyfajta diagnózis, a helyzetképe az, ami egy kutatásból, szociológiai jellegű felmérésből itt kiderül. Ezek új kutatások, friss eredmények, és pécsi szakemberek végezték. Tisztán László és a FACT BT, míg a jogi ügyekről dr. Jó Gábor Zsolt tart ma itt előadást. Az előadásokra ezentúl minden hónap harmadik szerdáján, azaz az úgynevezett füstmentes szerdákon kerül sor, legközelebb április 24-én, amikor a dohányzás pszichológiája lesz a téma. Az eseményhez kapcsolódóan egy felhívást ismertetnék most önökkel, az Egészséges Városért Alapítvány felhívását. A Dohányzásmentes Életért című program márciusi előjelzett akciói között szerepel az Árpád-Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola szervezésében megrendezésre kerülő Légy az egészség rabja, Dohányzásmentes Életért futóverseny. A verseny időpontja 1996. március 29-én 14 óra. A start az Árpád-Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolában lesz, Pécs-Ajdinger utca 41 cím alatt. A nevezés a helyszínen történik majd, a nevezési díj 50 forint. További információkat a helyszínen kérhetnek Sós József tanár úrtól. Ma ünnepeljük a Színházi Világnapot. Ebből az alkalomból szeretnénk felhívni figyelmüket egy hétvégi jótékonysági este, amelyre még válthatók jegyek a Pécsi Nemzeti Színház pénztárában. Szombaton nem csak egy fantasztikus balettest részese lehet a Pécsi Nemzeti Színház közönsége, hanem a 3000 forintos belépőjegy megvásárlásával egyben támogathatja is a Pécsi Balett egy következő tervezett bemutatóját. Az est jótékony célú, ezért tiszteletjegyeket sem bocsájtottak ki. Igyekeztünk olyan balettekből, már meglévő balettekből, rövidebb balettekből egy összeállítást létrehozni, ami gondolom érdekes és izgalmas lesz mindenki számára, aki meg fogja nézni. Pécsi Balettért Alapítvány tulajdonképpen miért jött létre? Hát tulajdonképpen, mint mindannyian tudjuk, a színházak, így a mi színházunknak is a csiralmas anyagi helyzete miatt egyre kevesebb pénz jut az új produkciók létrehozatalára, és ebben reménykedünk, hogy ilyen módon egy hiányzó, esetleg másik balettes premiért létre tudunk hozni az összejött pénzekből. Idén csak egy premier volt, nem kevés ez egy ekkora társulat életében? Hát pontosan ez a gond, hogy nagyon sok táncos sajnos ebben az évben megválik az együttestől, mert az az előző évekbeli igényes és nagyon kemény munka az hiányzott nekik, mert egy balettest bemutatója után tulajdonképpen már csak a meglévő baletteket próbáljuk, tehát az évnek az egyik felében kevés a munkájuk és a táncos élet, mint tudjuk, a pályafutás rendkívül rövid, tehát egy táncosnak az az érdeke, hogy lehetőleg minél többet dolgozzon, bármilyen érdekesen hangzik is. Martin Ferenc európai rangú művészetének értékeit szeretné Pécsváros vezetői és polgárai számára tudatosítani Martin Ferenc barátainak köre. A művész halálának 10. évfordulója alkalmából április 9-én és 10-én szerveznek majd ünnepi rendezvénysorozatot. Az ünnepi megemlékezés a Janus Pannonius Tudományegyetem művészeti karán megnyíló Omázsa Martin kiállítással kezdődik április 9-én, majd emléktáblát avatnak a Toldi Miklós utca 4 szám alatti ház falán, ahol a művész egykor lakott. Szerepel a programban kiállítás Martin animációiból és filmvetítés a művészről. A Művészetek Háza tetőtéri galériája pedig fölveszi Martin Ferenc nevét. Az emlékesten jeles előadó művészek közreműködésével Keserű Ilona, a Martin Emlékbizottság társelnök emlékezik a művészre.
Április 10-én megkoszorúzzák Martin Ferenc sírját, és emléktáblát avatnak a Káptalan utcában, a Martin Múzeum falán. Ezután nyílik majd meg a művész munkáiból készült kiállítás, amelyet Hárs Éva művészettörténész rendezett, és Rantos Ferenc képzőművész nyit majd meg. Az évfordulóhoz kapcsoltan adja majd át városunk polgármestere a Martin díjat a Városházán. Az Emlékbizottság felterjesztése alapján 1999-ben a művész születésének centenáriumán gyűjteményes Martin tárlat nyílik majd a műcsarnokban. A kiállítás mellett emlékkönyv is megjelenik majd. Alig egy hónapja alakult a Pécsi Fúvós Klub. Tegnap már negyedik rendezvényünkre voltak hivatalosak a fúvós zene művelői és kedvelői. Pécsett 5 fúvós zenekar működik. 3 felnőtt, 1 ifjúsági, s nemrég egy gyermekegyüttes is alakult a Belvárosi Általános Iskola zenei tagozatán. A zenekarok tagjai s a fúvós zenét kedvelők Neumayer Károly karnagy vezetésével alakították meg a Pécsi Fúvós Klubot, mely a Vasutas Művelődési Házban működik. A tegnapi rendezvényen, melyre Somogy, Tolna, Zala, Veszprém megyéből is érkeztek érdeklődők, bemutatkozott a Magyar Fúvós Zenészek és Fúvós Együttesek Társasága, ami a VOSZBI-nak, vagyis a Világfúvós Szövetségnek a magyar szekciója. Célok azonosak a Világfúvós Szövetség céljaival: fejleszteni, segíteni, utat mutatni, repertoár teremteni, és ezáltal mindenkinek örömet szerezni a fúvós muzsikálásban, mind szélesebb körökben és mind magasabb szférákban, ami alatt én a konceptobogót értem, nem mást. A fúvós zenét kedvelőket legközelebb április 29-én kamara este várja a Fúvós Klub a Művészeti Szakközépiskolába. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét arra, hogy holnap 14 órától éjfélig kerül sor a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Pécs-Baranyai csoportjának és támogatóinak közreműködésével a második pécsi diákhepajra a sportcsarnokban. A belépődíj 300 forint lesz, a bevételt az iskolában éhesen ülő gyerekek ebédjének kifizetésére fordítják majd. A Mecsek Televízió 17 órától 20 óráig élő egyenes adásban közvetíti a rendezvényt. És most egy újabb közlemény, ezúttal a Környezetünkért Alapítványtól. 1996. március 30-án 9 és 14 óra között lomtalanítás lesz Pécsett. A gyűjtés körébe tartoznak akkumulátorok, száraz elemek, fénycsövek, festékek, lakkok, hígítók, növényvédő és kártevő írtószerek, lejárt szavatosságú gyógyszerek, fáradt olaj, olajos rongy, olajos flakonok és szűrők. Állandó gyűjtőhelyek lesznek a Veresende úti rendelőintézet melletti parkolóban, a Domus Áruház melletti parkolóban, a Felsővámház utcában a Zsolnai gyár mögött, a Lahti utcában a Nagybani piaccal szemben, a Fehérhegyi iskola mellett, a Hősök terei iskola mellett és Pécs-Szabolcson a tagiskola mellett. Gyűjtőkocsik is közlekednek megállóhelyei 9 és 10 óra között Patacson, a Főutca és a Rácvárosi út kereszteződésénél, 9 és 11 óra között Meszesen, a Fekete Gyémánt téren, 11 és 12 óra között Vasason, a Berze Nagy Művelődési Ház előtt, és Hirden, az Engő utcai gázcseretelep előtt, 12 és 13 óra között Pécsújhegyen, a Nagy Kozári utca és a Bor utca kereszteződésénél, és 13 és 14 óra között a Rózsadombon, a Polgárszőlő utcában adhatják tehát át azokat a hulladékokat, amelyeket gyűjtenünk kell, hogy ne szennyezzük környezetünket. Kedves nézőink, Önök a Városi Televízió híradójának szerdai kiadását látták. Szokás szerint híradóval legközelebb pénteken 19 órakor jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Időjárásunkat a Skandinávia felett örvénylő ciklon határozza meg. Este és éjszaka borult idő lesz esővel, esetenként havas esővel. A hőmérséklet reggelre -1, +2 Celsius fok közé hűl le. Holnap napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék. A hőmérséklet +5, +8 fok közé melegszik fel. Pécsváros levegő minősége kielégítő volt. A gáznemű szennyező anyagok közül a nitrogén-dioxid és a szénmonoxid koncentrációja jelentősen határérték alatti volt. A déli órákban valamennyi mérőállomáson a kén-dioxid vonatkozásában rövid ideig tartó határérték túllépést jelzett. A szállópor koncentráció az egész nap átlagában határérték alatti volt, a magasabb értékeket a Szabadságút környékén mérték.